Nagy szeretettel köszöntjük a törzsasztal nézőit. Itt vagyunk a Fehértói Halászcsárda és Panzió nem olyan régen épült kemencéjébe, és a segítőtársam Kádár-Németh Matild, akivel fogunk csinálni egy nagyon látványos és nagyon egyszerű ételt, ami egy borjú szűzpecsenyéből készül. Természetesen lehet egy sertésből is megcsinálni, és egy nagyon különleges dolgot fogunk mellé adni, egy cibattát, amit a Matildka majd be fog mutatni. Ez tulajdonképpen, ez egy olívaolajos tökmagos cibatta, ez egy kenyérféle, ezzel nem olyan régóta dolgozunk, de azt hiszem, hogy most már egyre többet fogjuk használni, mert nagyon, nagyon kedvelik ugye a vendégeink kellemes, is, meg hát mi magunk is természetesen, nem csak a vendégek. Ugye tudjuk, hogy a húsokat azt nedves pácba és száraz pácba lehet rakni, ezt most jelesül egy száraz pácba fogjuk berakni, és ugye ezt ha főzés előtt illene legalább egy nappal előkészíteni, de pont azért, hogy a nézőknek meg tudjuk mutatni, ezért én most fogom itt bepácolni. Különösebben túl nagy bajt nem csinálunk, ha azonnal utána el is készítjük. Késsel szépen lehúzzuk a hártyát róla. Amint látják, ez egy gyönyörű, zsírtalan, nagyon szép húsi. Hártyát lehúzzuk. Természetesen ezeket a húsokat nem fogjuk kidobni, amire ne jön, és amit megformázunk is, mert ezekben a húsokból még nagyon finom ételeket lehet készíteni, akár tatárbiszteket, vagy hát természetesen jófajta ragulevest, vagy finom húsos töltelékeket. Tehát szépen megformáztam ezt a szűzpecsenyét. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy sót nem szabad ráraknunk a pácolás idején. Ugye miért nem teszünk rá sót, ezt azért mondjuk már, hát hogy miért is. Tehát semmiképpen nem szabad sót rárakni, mert a nedvességet kiszívja belőle, tehát így csak mustánra megkenjük. Egy kis borsot is szeretnék kérni. Hát, erre szoktuk azt mondani, nem is kéne társítani. Hát igen, gyönyörű szép. Pici olajat szeretnék kérni, hogy a tepsi alajára tegyünk. Teszünk egy kis olajat alá. Teszünk rá egy kicsi borsot. Ugye mi ezt még úgy is szoktuk csinálni, hogy mikor ezt így elkészítettük, előkészítettük, akkor zsírpapírba gyorsan beletekerjük, és akkor ugye azzal is elősegítjük egy picikét a húsnak az érését. Bekenjük a másik felét is. Természetesen egy kis borsa is megszórjuk. Ezt elrakhatom, ugye már nem kell. Bizony. És utána annyi olajat öntünk rá, hogy ellepje, és én azt gondolom, hogy így is ez csodálatos látvány. Berakjuk a hűtőbe, és legalább egy 24 órát tartjuk bent, és utána készítünk bele egy nagyon finom ételt, de ugye most 24 órát nem várunk ki, hanem most azonnal megsütjük. Elviszem, és egy picikét elősütöm. Itt, amit fölforrósítottam, serpenyőt. Közben azért még gyorsan elmondom, hogy lehet azt is tenni, hogy ilyen szép húsos szalonnával beborítjuk, körbefogjuk, ezt azoknak ajánljuk, aki esetleg jobban szereti, hogy kicsit zsírosabb ez a húsi, mert azért ebbe tényleg nincs semmi zsíradék, úgyhogy bátran, nyugodtan megeheti bárki, aki fogyókúrázik is. Ahogy látjuk, most már lehet sózni. És ugye azt tudjuk, hogy ez a réteg, ami most fog keletkezni, tehát ez a pirítási réteg, ez fogja körbe bezárni a húsokba azokat a finom nedveket, finom ízeket, amit szeretnénk megőrizni belőle. És ahogy egyre jobban melegszik föl, a formája is egyre szebb a húsi darabnak. Szoktuk mondani, hogy lehet füstölő viradékba is rakni, lehűti a hús, és nagyon szép kérget fog kapni. Lehet angolosan készíteni, félangolosan, kihúzatva. Szoktuk úgy mondani, hogy vörösre sütjük. Tehát az ingyenszek azok igazándiból azt szeretik, hogyha angolosan van hagyva, tapsosra van hagyva. Tehát mi majd itt választunk egy szép kis középutat, hogy megkedvelje a kedves néző is a nagyon finom ételt. Ugye, ha ki van húzatva, az azt jelenti, hogy ugyan szaptos marad még a húsi, de nem látszik semmi véres felület, illetve hát nem véres, az szerint szapos, viszont hogyha teljesen angolosra hagyjuk, akkor ugye az történik, hogy csak egy kérget csütünk körülötte, tehát a szép, bepácolt, gyönyörű, vörösre hagyott húsít, ez ott megmarad. Én úgy gondolom, hogy a szépen most már lassan ki is vehetem innen. Jó, tehát hogyha elősítettük ezt a húst, akkor beletettük egy tepsibe, és aztán ha van ilyen jó kis kemencénk, akkor berakjuk oda, ha nem, akkor az otthoni háztartási sütőbe is. És ahhoz, hogy milyen és most süssük ezt a gyönyörű húst, azon múlik, hogy mennyi ideig tartjuk bent. Hát mi úgy gondolom, hogy ezt kb. 20-25 percig fogjuk bent tartani, aztán gyönyörűen fölszeleteljük, fogunk mellé adni egy kis cibattát, rakjuk így azt van. Is. Egyszerre, és nagyon jó, majdnem megfeledkeztem róla. Ezt is odaadom. Mellé berakjuk őt is, és egy 20-25 perc múlva fogunk tudni tálalni. Eltelt a 25 perc, úgy gondolom, hogy érdemes megnéznünk. Jaj, nagyon jó hangokat hallok. Hoppá, igen, igen, csak úgy. Először a cibattát, ó, így gyönyörű lett. Majd azt csináljuk, hogy ezt már innen ki is vesszük, és hoppá, de forró. El is viszem, hogy férjünk. Ezt a nagyon finom céklarekvárt, azt készítsd elő. Jó, elviszem innen ezt is, hogy itt közbe férjük. Miután egy szakásnak tűzálló a keze, de finom. Hát azt azért el kell mondjuk, ugye, hogyha valami ilyen angolosan készült húst tálalunk, mindenképpen szükségeltetik, úgy mondjuk, hogy tósztot kell sütni alá, vagy pirítóst kell sütni alá. Én úgy gondolom, hogy most ebből a cibattából fogunk alá tenni, mert ez itt adott. Gyönyörű, csodaszép. És még ó, nagyon nagy, jó, még forró. Hát lehet, hogy ez egy picit várnom kellene, hogy szeleteljük, de ragyogóan viseli. Jó, és akkor csinálunk belőle két adagot. Nagyon izgulok, hogy hogy fog kinézni a... Közben ide jövök, és itt gyönyörű szép. De gyönyörű. Hú, azt a neki. Itt hozom hozzá gyönyörű szarvasgombát, amit egy picikét megbolondítjuk majd vele a céklalekvárunkat. Kis metélteket vágok bele. Ó, de gyönyörű az. Hát ez valami. Jó, elég is ennyi. Azért ez sem utolsó, amit ez művelni fog majd a... Fú, én belerakom a céklalekvárba. Na, még egy szeretet. Én tulajdonképpen el is készültem, nem tudom, hogy ott hogy áll a tálalás. Akkor ezt már itt jó forró a platnink. Rendet csinálok, jó. Jó, és akkor ide mellé egy kis kupacot teszek. Kitörlem így gyorsan. Így. Ide. Mutassuk meg a nézőknek. Mit is főztünk, mit is készítettünk. Ibe, kedves nézőink, el is készült ez a finom borjú bélszín, illetve borjú szűzpecsenye. Viszontlátásra. Viszontlátásra.